Ritka pillanatok egyike a mostani, hiszen általában munka közben vagy az irodájában találkozunk polgármester asszonnyal, most viszont itt a Ladány televízió stúdiójában köszönhetem. Üdvözlöm is a nézők nevében, jó napot kívánok! Egy elemző, értékelő, ugyanakkor egy rendhagyó beszélgetésre hívtuk ma ide polgármester asszonyt, az alkalom pedig az adta magát, lehet így fogalmazni, hiszen egy éve lépett hivatalba, egy picivel több mint egy éve volt az időközi polgármester választás. Egy riporternek ugye igyekezni kell, törekedni kell arra, hogy vezesse a beszélgetés fonalát, sőt irányt kell, hogy adjon neki, de ez nem egy egyszerű feladat, és amikor én készültem erre a stúdió beszélgetésre, akkor azon gondolkoztam, hogy hogyan is, tehát honnan is kezdjük majd, honnan induljunk el, hiszen annyi minden történt, és ugye ezeket az eseményeket, történéseket mi folyamatosan lekommunikáltuk, mindenről hírt adtunk a nézőknek az újságon és a televízión keresztül, de ezekről mégis és beszélni kell újra, és érdemes beszélni, hiszen 12 hónap mégiscsak ezekről szólt. Aztán a néző fejével gondolkozva, és én magam is azt gondolom, hogy talán érdekesebb maga az ember, Dombi Imréné, hiszen amellett, hogy helytált az elmúlt évben, nem sokat tudunk önről. És biztos vagyok benne, hogy nem csak engem érdekel a magánember Dombi Imréné, polgármester asszony, hanem a nézőket is. Így aztán azt szeretném kérdezni itt a beszélgetés kezdetén, egy kicsit kötetlenebb hangvételben, hogy milyen is Dombi Imréné civilben, van-e egyáltalán polgármester asszonynak civilénje? Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket és szerkesztő asszonyt, főigazgató asszonyt. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van családi magánélete. Ezt elmondhatom én is, hiszen mit ér az ember család nélkül? Ez a feladat, amit az elmúlt évben kaptam, én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy felelősséget ró rám, illetve a városvezetésre. De természetesen fontos hangsúlyozni, hogy ezt nem tudnám egyedül elvégezni, ezt a feladatot, ehhez szükségem van a politikai családomra, illetve a szűkebb családomra, itt gondolok a férjemre, gyermekemre, édesapámra és édesanyámra is. Hánykor kezdődik a nap, és általában hány órakor ér véget? Hát a hétköznapjaim elég korán kezdődnek, megmondom őszintén, tehát mindig csörög az óra reggel, hiszen egy olyan munkafolyamatban vagyunk benne, ami nem engedi meg azt, hogy akár egy napot is kihagyjunk. Tehát minden reggel elég korán kezdődik a napom, és 7:30-kor már a hivatalban kezdek, és az egész nap az a polgármesteri hivatalban a teendőkről szól, tárgyalásokról szól. Nagyon sokszor van olyan helyzet, amikor ide jönnek Püspökladányba tárgyalni, illetve nagyon sokszor kell nekem elmenni akár a polgármesteri hivatal dolgozóival, vagy akár egyedül is Budapestre, Debrecenbe, tehát ahová a kötelesség szólít. Mennyire formálta át az életét, a hétköznapjait polgármester asszonynak az, hogy polgármester lett? Ugye azt megelőzően alpolgármester volt, dolgozott a bankba, ez most azért egy teljesen új feladat. Ez egy teljesen más feladat. Azt szeretném azért megjegyezni, hogy tehát amikor én kikerültem az iskolapadból, én elmentem dolgozni, és én itt a kereskedelmi bankban kezdtem meg a munkámat. Azt azért tudni kell, hogy a banki tevékenység az is egy nagyon szoros ütemezés szerint halad. Tehát ott sincs olyan, hogy pihenünk, nem készülünk fel, hiszen állandóan változik minden. Tehát ez a fajta munkastílus nekem erről szólt az utóbbi 25 évem. Tehát korán kellett kelni, fel kellett készülni. Ebben a formában nem gondolom, hogy bármilyen fajta megterhelést jelentett volna, hiszen nekem eddig is erről szólt az életem. A felelősség az nagyon nagy. Tehát a változás inkább ebben mérhető, hogy a felelősség az nagyon nagy, tehát át kell gondolni mindent, hogy merre menjen a város, milyen befektetéseket célozzunk meg, illetve milyen pályázatokon induljunk, vállaljuk-e az önerőt, mérlegelni kell azokat a lehetőségeket, hogy melyik kedvezőbb a városnak, hiszen nagyon sok olyan feladat van, ami jelen pillanatban is döntés elé kényszeríti az önkormányzatot. Itt nagyon sokat kell mérlegelni, és ezeket a döntéseket meg kell hozni.
Polgármester azt, hogy milyen volt az első időszak, ha visszaemlékszik az egy évvel ezelőtti időszakra, amikor átvette a hivatalt, milyen volt a hivatali munkatársak hozzáállása a változáshoz, az újdonsághoz, egyáltalán eszközölte változásokat, változtatásokat, átszervezések történtek-e hivatalon belül, illetve azt tudom, hogy testületen belül igen, hiszen ott muszáj volt bizonyos lépéseket megtenni, ugye bizottsági átszervezésekre gondolok. Hát az első időszak, megmondom őszintén, hogy számomra is nagyon nehéz volt, ugyanúgy, mint ahogy a városnak nagyon nehéz volt, hiszen a polgármesterségre én azt gondolom, készülni kell. Testileg, lelkileg fel kell készüljön erre az ember. Az, hogy a polgármester voltam az előző időszakban, én úgy gondolom, hogy egy olyan lehetőség volt, hogy jobban beletekinthettem a hivatalban folyó munkákba, illetve az önkormányzatnál folyó munkákba, hiszen polgármester urat nagyon sokszor kellett, hogy helyettesítsem a másik a polgármesterrel együtt. Tehát az első időszak az lelkileg nagyon nehéz volt, de olyan sok munka hárult ránk, hogy is fogalmazzak, hogy ne legyek félreérthető, tehát nagyon sok volt a feladat, amit meg kellett oldani, nagyon sok tárgyalásra kellett menni, akkor volt az egyházi iskola indításával kapcsolatos tárgyalások Budapesten, illetve az ingatlanoknak az átadása, az nagyon sok időnket lekötött a másik alpolgármesternek, illetve jó magamnak is. Tehát az első időszak az nagyon, nagyon nehéz volt. Maga a polgármesteri hivatalban a munka, én úgy gondolom, hogy egy jól működő apparátust vezet jegyző úr, tehát mindenki tudja a feladatát. Itt különösebb képpen nem történtek változások, az önkormányzatnál annál inkább. Mint ahogy elmondta ön is, valóban, tehát a bizottságoknál történtek változások, hiszen bizottsági összevonásokra került sor, illetve a választás után én az egyes számú körzetnek voltam a képviselője, és a törvény lehetőséget ad arra, hogy amikor megválasztják a képviselőt polgármesternek, akkor időközi választást tűzzenek ki a képviselőségre. Én ezt elmondtam a képviselőtársaimnak, hogy én szeretném továbbvinni az egyes számú körzetet, mégpedig azért, mert én úgy gondolom, hogy megválasztottak ott engem az emberek, pontosan azért, hogy képviseljem az érdekeiket, és nem beszélve arról, hogy ez megtakarítás is az önkormányzat számára. A megtakarításba kapaszkodnék ebbe az utolsó szóba. Polgármester asszonyról sokan mondják, hogy nagyon kemény kézzel fogja a pénzt, tehát nagyon-nagyon-nagyon erős kézzel vezeti a gazdálkodási fonalát az önkormányzatnak, tehát azért stabilis a gazdálkodás, rendben van, el lehet ezt mondani a püspökladányi költségvetésről, így van-e? Hát megmondom őszintén, hogy odafigyelek nagyon a pénzügyi dolgokra, mégpedig azért, mert minden intézmény mögött ott kell, hogy álljon az önkormányzat. És azok a problémák, amik esetleg felmerülnek egy-egy intézménynél, akkor az önkormányzatnak természetesen ott kell, hogy álljon, és helyt kell, hogy álljon az intézményeknél. De azért azt is fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat is egy költségvetésből gazdálkodik, amit mindig februárban fogad el a képviselőtestület, plusz forrásokra nem igazán tudunk számítani, illetve az évközben befolyó iparűzési adó egyebekből, de ez természetesen be van építve a költségvetésünkbe, tehát a februári költségvetés után plusz források nem igazán állnak rendelkezésére az önkormányzatnak, tehát nagyon oda kell figyelni a gazdálkodásra. Nem tudom, hogy mennyire fogom erős kézzel, az biztos, hogy nagyon odafigyelek ezekre a dolgokra, hiszen mindennek az alapja a pénzügy, tehát a költségvetésünk. Ez egy pozitív kritika egyébként szerintem.
Azt szeretném még kérdezni, hogy most itt maradva egy kicsit még a kollégáknál, hogy az intézményvezetőkkel milyen a kapcsolat, tehát hogyan sikerült kialakítani, felvenni a kapcsolatot velük, illetve hát ez egy folytatólagos dolog, hiszen alpolgármesterként dolgozott korábban, de nyilván nem volt olyan szoros a kapcsolat, mint így polgármesterként. Azt tudom tapasztalatból, hogy bevezette polgármester asszony, és ennek én magam például nagyon örülök, a heti intézményvezetői értekezletet, hiszen itt tudunk egymás problémáiról, és ahogy említette az előbb is, az önkormányzat könnyebben be tud avatkozni, hogyha valaki segítségre szorul. Így van, valóban, tehát tavaly vezettük be azt a intézményvezetői értekezletet, amit minden héten pénteken megtartunk. Az intézményvezetők eljönnek, és mindenki elmondja a saját intézményében, hogy mik történtek, illetve mire kell felkészülni. Mindig vannak olyan problémák, amit meg kell, hogy oldjanak az intézményvezetők, és én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb úgy, ha első kézből hallja mindenki az különböző intézményeknél felmerülő problémákat, hiszen az önkormányzat is gyorsabban tud reagálni ezekre a dolgokra. Ennek az volt az előzménye, hogy volt olyan, amikor egy intézményben volt valami probléma a tavalyi folyamán, és elég későn tudta meg az önkormányzat, hogy milyen problémákkal küzd az intézmény, és amikor tudomást szereztem erről a problémáról, intézményvezetővel megbeszéltük a problémát, és néhány napon belül ezt meg is tudtuk oldani. Én ezért tartom azt fontosnak, hogy heti rendszerességgel üljünk le, és tájékozódjunk egymásnak a problémáiról, vagy akár a költségvetéséről is, hiszen ahogy az önkormányzat is gazdálkodik egy adott költségvetéssel, az intézményeknek is ugyanígy kell gazdálkodnia a saját költségvetésükkel. Azt én úgy gondolom, hogy minden intézményvezető tudja, hogy azokban a pénzügyi gondokban az önkormányzat mindig ott áll, tehát ha esetleg plusz forrásra van szüksége, akkor beviszem a képviselőtestület elé, és döntést kell, hogy hozzunk azzal kapcsolatban, hogy mennyi finanszírozást kér még az intézmény. De nagyon fontosnak tartom azt, hogy az intézményvezetők is lássák azt, hogy azt elő kell teremteni azt a forrást, tehát át kell, hogy csoportosítsunk a pénzügyekben, tehát jó az, hogyha mindenki látja, hogy az önkormányzat is, hogy hogyan tudja ezeket a problémákat megoldani, és én azt mondtam az intézményvezetőknek a tavalyi év folyamán, hogy lehet, hogy lehetne ritkítani ezeket a találkozásainkat, tehát nem hetente, hanem két hetente. Több intézményvezető jelezte számomra, hogy ők szeretnék, ha hetente találkoznánk. Ez körülbelül egy óra hosszát, másfél óra hosszát vesz igénybe a vezetők részéről, de én is nagyon örülök neki, és ott együtt tudjuk megbeszélni az adott helyzeteket. Polgármester asszony, meg kellett erősíteni, ugye nyilván fel kellett venni, illetve meg kellett erősíteni a civil szervezetekkel is a kapcsolatot. Püspökladányban sok civil szervezet működik, azt nem mondhatjuk el viszont, hogy olyan sokan lennének, akik aktívan. De azért vannak ennek nyilván nagyon örülünk. Velük milyen a kapcsolat? Azt látom, hogy ugye mi nyilván minden rendezvényen ott vagyunk, hogy polgármester asszony is igyekszik mindenhol megjelenni, ahova meghívják. Tehát én jónak látom ezt a kapcsolatot. Valóban, tehát Püspökladányban közel 100 civil szervezet működik, tehát én azt gondolom, hogy ezeket a civil szervezeteket meg kell próbálni úgy összefogni, hogy ne legyen olyan probléma, mint ami tavaly is volt. Május 1-én tavaly, 2011-ben több olyan rendezvény volt, amit civil szervezetek, illetve a város is szervezett. Nem volt kellően egyeztetve, vagy magam se tudom a problémát, hogy miből adódott. Az volt a kérésem, hogy év elején mindig állítsuk össze azt a rendezvénynaptárt, ami alapján a civil szervezetek, illetve az önkormányzat is tud működni, hiszen itt egy településen vagyunk, itt együtt kell, hogy bármilyen rendezvényt megszervezzünk, és ha van egy olyan civil szervezet, amelyiknek fix pontja van, hogy mondjuk májusban rendez valami rendezvényt, akkor én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak is akkor ahhoz a kezdeményezéshez oda kell
állni, mögé kell állni, és akkor egy programot kell, hogy megszervezzünk. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben már zökkenőmentesebb volt ez a rendezvénynaptárnak az összeállítása. Van még rajta mit csiszolni, hiszen éppen most lesz majd egy olyan rendezvény, ami nincs benne a rendezvénynaptárunkban, egy sportegyesület szervez egy programot, de én azt gondolom, hogy egyeztetünk, és meg fogjuk tudni oldani ezt a problémát. Oda kell figyelni ezekre a civil szervezetekre, egyesületekre, hiszen nagyon értékesek, nagyon, nagyon aktívak, és én azt gondolom, hogy össze kell ezt az egész civil szervezetet fogni, és az önkormányzatnak maximálisan ott kell, hogy álljon a civil szervezetek mögött. Püspöklenány után ugye az önkormányzaton, civileken, intézményeken most röviden végigmentünk, egy picit tekintsünk ki Püspökladányból, illetve talán nem is kell, hiszen Püspökladány a Sáréti Kistérség központja, és ugye rögtön egy komoly feladatot kapott polgármester asszony a megválasztása után néhány héttel, hiszen a Sáréti Kistérség elnökévé is választották. Tulajdonképpen mondjuk el a nézőknek azt, talán nem tudja mindenki, hogy milyen munka is folyik a Sáréti Kistérségi Tanácsban, illetve azt, hogy milyen közös projektek vannak, most mind dolgoznak most együtt. Tehát a Sáréti Kistérséghez a 13 település tartozik Püspökladányi Központtal. Havonta vannak az ülésezések, a tanácsülések, és nagyon sok olyan pontra ki kell, hogy terjedjen a tanácsnak a figyelme, ami kötelező feladat, és együtt kell, hogy ellássuk. Természetesen a kistérségen belül mikrotérségek is vannak, ami kisebb csoportosulások, de ugyanazokat a feladatokat látják el. Olyan döntéseket is kell, hogy meghozzon a tanács, hogy milyen projektekben szeretne elindulni a tanács, illetve figyelemmel kell kísérni a tanácsnak azokat a pályázatokat, amiket beadunk, illetve menedzselni kell. Természetesen közösen kell, hogy megoldjuk a kötelező feladatokat. Itt gondolok például a gyermekvédelemre, az oktatásra, ami szintén itt működik Püspökladányban, illetve az időseknek az ellátása, tehát nappali ellátások, étkeztetések, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás, tehát ez kistérségi szinten is működik, illetve mikrotérségi szinten. A pályázatokkal kapcsolatban nagyon sok civil szervezet keresi meg a tanácsot. Az elmúlt évben 4 olyan pályázat volt, amikor megkeresték a tanácsot, és a támogatását kérték a tanácsnak, hiszen olyan projektekről volt szó, ami nem csak Püspökladányt, hanem az egész kistérséget érintette. Ilyenkor ezeket is meg kell, hogy vitassuk, hogy érdemesnek találja-e a tanács ezeket a pályázatokat, hogy támogassa ezeket a civil szervezeteket, egyesületeket. Körülbelül 40 határozatot hoztunk meg a tavalyi év folyamán. Együtt kell, hogy megoldjuk a belső ellenőrzéseket, illetve a normatíváknak a lehívását is ugye kistérségi szinten kell, hogy megoldjuk, mert amit kistérségi szinten oldanak meg a települések, arra természetesen többlet normatíva jár. Pályázat van-e most, amiben közösen ugye volt az egészségügy terén, a korábbi ciklusban, és most, ha jól tudom, akkor a közösségi közlekedés fejlesztése területén gondolkodnak valamilyen közös pályázatban, vagy van-e ezzel kapcsolatban fejlemény? Így van, tehát több olyan projekt van, amiben együtt kell, hogy gondolkozzon a tanács. Van olyan is, ahol néhány település fog össze, és úgy nyújtják be a pályázatot. Itt, amit elmondott igazgatóasszony, tehát a közlekedés fejlesztéssel kapcsolatban is, ahol összefognak a kistérségi települések, illetve most van egy olyan nagy projektünk, ami az egészséggel kapcsolatos. Az elmúlt hónapban fejezte ki a szándékát a tanács, hogy indulni fogunk ezen a pályázaton. Ez egy 100%-os támogatottságú pályázat, és most jelen pillanatban ezen dolgozunk. És ez mit jelent bővebben? Egy nagyon picit bővebben csak. Egészségmegőrzésre irányulna, szűrővizsgálatokra irányulna, itt kiterjesztve fiatalokra, idősekre, tehát prevenciókkal foglalkozna ez a pályázat, és az volt a kérése a kistérségi polgármestereknek, hogy a projektet úgy állítsuk össze, hogy minden egyes településen legyen szűrővizsgálat, illetve megelőző propaganda.
Értem. Jó, akkor a kistérségből is kalandozzunk el egy kicsit. A megyei kapcsolatokat is fel kellett venni, erősíteni kellett, sőt, ugye magasabb szintekre is eljutott polgármesterasszony, hiszen hírt adtunk arról, több alkalommal is tárgyalt minisztériumokban, sőt, tehát egy alkalommal, ha jól tudom, akkor a miniszterelnöki megbízottal, külkapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízottal tárgyalt polgármesterasszony. Valóban, tehát az elmúlt évnek a nagyon fontos feladata az volt, hogy Debrecennel is, tehát a Hajdú-Bihar megyei közgyűléssel is fel kellett, hogy vegyem a kapcsolatot, illetve olyan kapcsolatrendszereket kell, hogy kialakítsak, ami a Püspökladány önkormányzata szempontjából és a település szempontjából nagyon fontos. Hiszen vannak olyan pályázatok, amikor egy pályázat mellett lobbizni kell, az érdekeinket képviselni kell, akár megyei szinten, akár országos szinten, tehát ezeket a kapcsolatokat nagyon fontos volt minél hamarabb kialakítani, hiszen jó az tudni, hogy mikor, merre felé kell elindulni, hol kaphatunk segítséget, és ez a kapcsolatrendszer volt az, amit legelső körben ki kellett, hogy alakítsak a megyén is, illetve országos szinten, fenn Budapesten. És a szomszédokkal is jó a kapcsolat, Karcanggal, hiszen most van egy közös projekt, ez a Legszebb Konyha Kertek elnevezésű projekt, amiről majd talán még beszélhetünk itt a stúdióbeszélgetés során, de államtitkár úrral, illetve miniszter urakkal is nagyon jó kapcsolatot ápol polgármesterasszony. Én azt gondolom, hogy egy városvezetőnek nyitottnak kell lenni, akár a lakosság felé, akár a felsőbb szintek felé. Én úgy gondolom, hogy bennem ez a nyitottság megvan. Keresem azokat a lehetőségeket, amikor tárgyalni tudunk, és el tudom mondani a városnak, a településnek az elképzeléseit, és én azt gondolom, hogy meghallgatják, és nagyon pozitívan állnak ezekhez az elképzelésekhez, és természetesen a támogatásukról biztosítanak minden egyes tárgyaláskor. Több kapcsolódási pont is lehet egyébként a jövőben Karcag és Püspökladány között. Folyamatban vannak azok a fajta tárgyalások, ami a település szempontjából mindenképpen pozitív. Természetesen ezek a tárgyalások, ezek nem egyszer-kétszer kell, hogy lezajlódjanak, hanem több körben kell, hogy megismerjük a két településnek a profilját, esetleg mi az, amiben tudunk együtt dolgozni, és ennek az első már kézzelfogható jele az az együttműködés, amit most hirdettünk meg a két településen, ez, amit ön is említett, ez a kiskerteknek a pályázata. Egészségügy terén lesz elmozdulás Karcag irányába, vagy erről még korai volna beszélni? Ezzel kapcsolatban is folynak a tárgyalások, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá, és tudnak bennünket fogadni Karcagon, akkor átmegyünk Karcaghoz. Természetesen ezek a tárgyalások még most folyamatban vannak. Amikor lesz valami eredménye, akár pozitív, akár negatív, akkor be fogok számolni a kedves nézőknek. Visszatérve egy picit az önkormányzathoz, ugye az önkormányzati munka az egy csapatmunka. Itt a választás után lehetett hallani minden féléről, ugye elterjedt, vagy szányra kapott olyan hír is, hogy az az egység, ami ugye volt a Fidesz képviselői csoporton belül, ez megbomlott, meglazult, ezt több alkalommal is megcáfolták a képviselők, az érintettek és polgármesterasszony is. Hogyan látja most 2012. júniusban, milyen ez a csapat, van-e csapat, illetve ehhez a csapathoz csatlakozik-e segítő szándékkal az ellenzék alkalomattán? Én megmondom őszintén, hogy én csak a csapatmunkában hiszek. Mindenfajta olyan egyéni kezdeményezést teljes mértékben visszautasítok, amikor valakinek olyan kezdeményezései lennének, ami egyszemélyes. Tehát ettől maximálisan elhatárolódok, és nem is engedem. Csak a csapatmunka az, ami előre tudja vinni a települést. Abban hiszek, hogy együtt kell, hogy dolgozzunk, tehát a csapaton belül is, tehát a politikai családon belül, illetve a testületben, ahol az ellenzék is képviselteti magát.
Természetesen az ellenzéknek mindig az a feladata, hogy kritikákat fogalmazzon meg az aktuális városvezetéssel szemben. Én azt gondolom, hogy ezt meg is teszik, illetve kérem is őket, hogy a továbbiakban is fogalmazzák meg. Egyetlen egy fontos dolog, hogy nem mindegy, hogy ezt milyen formában teszik meg ezeket a megfogalmazásokat. Én azt gondolom, hogy így van demokrácia, amikor mindenki elmondhatja a bizottságokban a véleményét, illetve a testületi üléseken is meg tudják fogalmazni azokat a véleményeket, hogy mi az, amivel egyetértenek, illetve mi az, amit nem támogat az ellenzék. Az ellenzék hozzáállása egyébként polgármester asszony munkájához, én azt gondolom, legalábbis a képviselő testületi üléseken keresztül ez jön át, hogy pozitív. Tehát nem tapasztalható az, hogy negatív kritikával illetnék a polgármester asszony munkáját. Én egyfajta tiszteletet érzek inkább, hiszen személyeskedő negatív kritikát szinte soha nem hallunk, ami ugye az előző ciklusban sajnos napirenden volt. Nyilván most más a képviselő testület összeállítása, már ami az ellenzéket illeti, hiszen a 8 képviselő, aki a Fidesz színeiben jutott be a testületbe, ő ugyanaz a csapat, aki 4 évvel korábban volt. Az ellenzék részéről most mások ülnek a testületben, tehát nem tudom tulajdonképpen, hogy ez minek köszönhető, de az tény, hogy polgármester asszony iránt egyfajta maximális tisztelet érzékelhető. Azt gondolom, hogy... Bár hevesek ugye a testületi ülések, igen, ezt azért tudjuk. Így van. Tehát a testületi ülések elég hevesek valóban, sőt elmondhatom, hogy a bizottsági ülések is. Tehát viták vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az egész önkormányzatiságnak ez a lényege, hogy vitassuk meg a bizottsági üléseken, tehát ott a szakma képviselői vesznek részt a bizottsági üléseken, és meg kell vitatni. Én ezeknek nagyon örülök. A polgármesternek ugye nem kell ott legyen a bizottsági üléseken, de azért jó néhányszor részt vettem már ezeken a bizottsági üléseken, főleg akkor, amikor fontosabb döntésekben kell, hogy a bizottságok elmondják a véleményeiket, de ők hozzák meg a szakmai döntéseket. A felkészülés után, tehát a bizottsági döntések után pedig másik héten következik a testületi ülés, ahol már van egy bizottsági határozat, amit már megvitattak. Ennek ellenére mégis a testületi ülések mégis úgy zajlanak, olyan kérdések hangoznak el, ami már a bizottsági üléseken elhangoztak, illetve meg is kapták a képviselők ezekre a válaszokat. Nincs ebből semmi probléma, tehát ott a testületi ülésen is még egyszer végig lehet menni ezeken a vitasorozatokon. De azért személyeskedés az csak ritka. Hát én nagyon bízok benne, hogy ez így is fog maradni. Hiszen arra tettünk mindannyian esküt, hogy ezt a várost, a város érdekeit kell, hogy képviseljük, és nem gondolom, hogy ebbe bármilyen személyeskedés bele kell, hogy vigyük. Itt egy nagy településről van szó, a kistérségi központról, tehát én azt gondolom, hogy a képviselőknek az anyagokból kell, hogy felkészüljenek, illetve olyan javaslatokat kell, hogy tegyenek, amit vagy támogatnak a többiek, vagy nem, ami a várost előre viszi. Tehát ami a települést előre mozdítja. Tehát én ilyen személyeskedésekbe nem is gondolom, hogy bele kellene, hogy menjünk. Megválasztott képviselők vagyunk, jó magam is. Én úgy gondolom, hogy nekünk mindenképpen nem egymással kell, hogy foglalkozzunk, hanem az egész településsel és a településen élő emberekkel. Én ehhez tartom magam, és bízom benne, hogy ez így is fog maradni a közeljövőben is. Polgármester asszony célokat tűzött ki maga elé, nyilván a megválasztása előtt. Ugye tudjuk ezeket a célokat, hiszen a programjából megismerhettük. Melyek azok a célok, amelyek már kézzelfogható közelségben vannak, közel kerültek hozzánk, pályázatok lettek beadva, van, ami elbírálásra vár, van, amiben már döntés született, tehát vannak sikerek, vannak eredmények, és vannak olyan pályázatok nyilván, amik sikerrel kecsegtetnek. Itt azért szeretnék egy időrendiséget felállítani. Tehát vannak olyan feladatok, amit az ember célul tűz ki maga elé, de ez egyben egy elvárás is.
Én erről szeretnék legelőször beszélni, tehát én úgy gondolom, hogy a 21. században az már egy elvárható dolog, hogy a szennyvízelvezetés az legyen megoldva. Püspökladánynak egy része van még, ami nincs a szennyvízhálózattal kiépítve, ez az új telepi városrész, erre pályázatot adott be az önkormányzat, meg is nyertük, első körben megtörtént a közbeszerzés, itt megtámadták magát a közbeszerzést a kivitelezők, és most fogjuk hamarosan, szerintem néhány napon belül újra megközbeszereztetni ezt a beruházást. Tehát ez egy olyan fontos dolog, ami úgy gondolom, hogy hozzátartozik a mindennapjainkhoz. A másik nagyon fontos dolog az ivóvízminőség javító programunk, ami szintén egy olyan sarkalatos pont, amit meg kell, hogy oldjon az önkormányzat. Erre is beadtuk a pályázatot az elmúlt időszakban, és bízom benne, hogy pozitívan fogják elbírálni, és ami még nagyon fontos, tehát az önerőt is meg lehet majd pályázni. Tehát itt a források azért úgy fognak alakulni, hogy megtakarítást is tud majd az önkormányzat elkönyvelni magának, amit másra tudunk majd fordítani, másfajta beruházásra. A másik nagyon fontos dolog, azt gondolom, hogy a biztonság. Tehát itt gondolok a kerékpárútra. Tehát az elmúlt időszakban már nagyon sok kerékpárút hálózat kialakításra került Püspökladányban. Az elmúlt időszakban megnyertünk egy újabb kerékpárutat, ami a sportcsarnoktól egészen a Petri Pál utcán végig visszajön a vasúti síneken. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert akik azon a város részen laknak, gyerekek, amikor jönnek be az iskolába, akár a Kálvin téri iskolába, Petőfi iskolába, vagy a városközpontba, olyan biztonságosan tudjanak eljutni, hogy ne kelljen azon aggódnia egy szülőnek, hogy jut el a gyerekem az iskolába, vagy egy idősebb ember, aki bejön a belvárosba bevásárolni, tehát biztonságosan tudja megközelíteni a belvárost. Ha beadtunk egy másik pályázatot, az is szintén a kerékpárútra, illetve gyűjtőúthálózatra irányult. Ezt is megnyertük, ezt a pályázatot néhány héttel ezelőtt kaptuk az értesítést. Ezzel a projekttel, tehát ezzel a megnyert projekttel Püspökladány egészében, tehát körbe kerékpározható lesz biztonságosan, tehát ez is egy olyan nagyon fontos pont, hogy védjük az embereket, védjük a gyerekeket, felnőtteket, időseket, tehát a biztonságra kell, hogy törekedjünk. Vannak még olyan fajta elképzelések, itt gondolok például a fürdőfejlesztésre, ahol, mint az előbb már mondtam a beszélgetésünk során, tehát amikor egy önkormányzatnak mérlegelni kell. Tehát az egyik serpenyőben ott van az, hogy igen, fejlesztenünk kell a fürdőinket, vagy a fürdőnket, tehát, hogy télen is az uszodát lehessen használni, a gyerekek tudjanak egészségesen sportolni, akár más településekről is át tudjanak ide jönni hozzánk úszni a tél folyamán. De a másik serpenyőben pedig ott van az, amit hallhatunk a médiákból, hogy nagyon sok település, nagyon sok pénzt beleinvestált a fürdőfejlesztésbe, és mégsem érte el azokat az eredményeket, amiket elvártak attól a fürdőfejlesztéstől. Tehát itt úgy kell az önkormányzatnak mérlegelnie, hogy be kell, hogy adjuk a fejlesztési terveinket, amikkel rendelkezünk is, de azért úgy a kell ezeket... A fenntarthatóságot is nyilván figyelembe kell. Igen, tehát mérlegelni kell azt, hogy mennyi hozadéka lesz ennek. Tehát elérjük-e azokat a bevételeket, amiket szeretnénk, hogy befolyjon az önkormányzathoz, vagy a Városüzemeltető Kft.-hez. Tehát itt nagyon okosan kell a képviselőknek döntenie, illetve nagyon, nagyon kell mérlegelni. Én mindig arra kérem a képviselőket, hogy vannak elképzelések, nagyon szép elképzelések vannak, hiszen több megkeresés jött ide az önkormányzathoz tervekkel kapcsolatban, tehát Budapestről is érkezett egy művész, aki elmondta, hogy ismeri Püspökladányt, és hogy milyen elképzelései lennének ott van a szobámban, tehát megvannak azok a tervek, amit művészi szemmel elkészítettek, de nagyon, nagyon okos
tudatosnak kell lenni, és mérlegelni kell a képviselőknek, hogy ebben a fajta beruházásban milyen összegben indulunk, illetve mire fog irányulni az a felújítási munka, illetve pályázat, amit szeretnénk beadni. Nagyon fontos még az önkormányzatnál, hogy keressük azokat a pályázati lehetőségeket, amit célként megfogalmaztunk. Itt gondolok például arra, hogy a termálvíz az Püspökladánynak a kincse, a Sárétnek a kincse. Mindenképpen meg kell, hogy valósítsuk még ebben a ciklusban azt a fajta lehetőséget, amikor a püspökladányi emberek hozzájutnak ehhez a termálvízhez, tehát egy kifolyót kellene megvalósítanunk ott a fürdő előtt. Igazgatóúrral nagyon sokat tárgyaltunk már ezzel kapcsolatban, hogy milyen forrásokból tudnánk megvalósítani ezeket a dolgokat. Pályázatot is keresünk természetesen ehhez, mert azért az lenne a legjobb, ha ez így valósulna meg a püspökladányi emberek számára. Van egy hurópályázat, amit talán abban a körzetben várnak a legjobban, ahol éppen polgármester asszony a képviselő is egyben. Így van, tehát egy újfajta dolgot indítottunk el ebben az évben, évelején, tehát Nagyváraddal alakítottunk ki egy olyan kapcsolatot, amely a nemzetközi kapcsolatokra irányulna, tehát olyan fajta pályázatokat lehet beadni a településeknek együttműködés szempontjából, amely mind a két településnek pozitív. És elindultunk valóban egy román településsel, természetesen Nagyváradnak a segítségével. A lakótelepet céloztuk meg, a lakótelepi utaknak a felújítását, hiszen eléggé leromlott állapotban vannak, és én azt gondolom, hogy keresni kell azokat a lehetőségeket, tehát amikor nincs kiírva belterületi útra pályázat, akkor igenis a képviselőknek, a polgármesternek nézni kell azokat a lehetőségeket, ha ebbe a pályázatba nem tudjuk beletenni, akkor keresni egy olyan lehetőséget, amiben a belterületi utakként a lakótelepi utakat be tudjuk vonni. Úgyhogy nagyon várjuk ennek a pályázatnak az elbírálását, mert nagy felújítások fognak akkor történni a lakótelepen. Amivel kapcsolatban még többször hirtattunk, az a kis kórház, ott ugye egy ingatlannal kapcsolatos ügyintézés az, ami folyik, tehát még ez egy döntés előtti állapot, hogy akkor hol is. Így van, tehát nagyon fontos az, hogy nagy az igény a kiskórháznak a visszaállítására. Nagyon kellemetlenül érintette Püspökladányt is, illetve magát a kistérséget is az, amikor ezt a kiskórházat bezárta az előző kormány. Nekünk a feladatunk az, hogy mindent elkövessünk annak érdekében, hogy újra tudjuk indítani. Ha nem is ugyanabban a formában, mint amiben működött, de hasonló formában, hogy ki tudjuk elégíteni azt a fajta igényt, amit itt Püspökladányban is megfogalmaznak az emberek, illetve a kistérségben is. Ehhez nagyon sok tárgyalásra van szükség, hiszen az az ingatlan, az nem a város tulajdona. Itt is megint mérlegelni kell az önkormányzatnak. Tehát a forrásaink megvannak az ingatlan felújítására. Az elmúlt évben ugye sikerült olyan plusz forrásokhoz jutni évvégén, ami pozitívan érintette a költségvetésünket. Tehát ezek a források megvannak a felújításra, tehát az újraindításhoz minden adott, egyedül az ingatlan nem. Nem a mi tulajdonunkban van. Tehát akár már most el tudnánk kezdeni azokat a fajta felújításokat, hogy el tudjuk indítani minél hamarabb a kiskórházat. De addig, amíg nem tudunk egy hosszú távú bérleti szerződést, vagy akár visszakapni tulajdonba azt az ingatlant, tehát hogy a városé legyen az az ingatlan, addig én úgy gondolom felelőtlenség bármibe is belekezdeni olyan felújításokba, ami nem a városnak a vagyona. Ezek a tárgyalások folyamatban vannak, én bízom benne, hogy sikeresek lesznek, több levélváltáson vagyunk már túl, hiszen a megyei önkormányzaté volt, aztán olyan értesítést kaptunk, hogy a vagyonkezelőhöz kell, hogy forduljunk, tehát ezek a tárgyalások jelen pillanatban is folyamatban vannak. A másik variáció az volt, ha nagyon elhúzódnak ezek a tárgyalások, mert
ezt nem lehet előre megmondani, hogy mikorra zárulnak le, akkor az önkormányzatnak elő kell állni, én azt gondolom, egy olyan javaslattal, hogy hol lehet ezeket a felújításokat akkor úgy elvégezni, hogy egy másik helyen tudnánk beindítani magát ezt a kiskórházat. Ezek az ingatlanok megvannak, tehát a rendelkezésünkre állnak. Nagyon szorít bennünket az idő, hiszen most írunk 2012-t, ha ebben az évben meg tudnánk valósítani a kiskórházat, akkor 2013-ban már tudnánk bővítésre pályázatot beadni. Addig viszont önerőből kell, hogy elkészítsük ezt a beruházást. Én emlékszem arra, hogy Balmazújvárosban járt polgármester asszony még alpolgármesterként, mert hogy volt egy olyan elképzelése, hogy közmunkások bevonásával mezőgazdasági termelő tevékenységet kellene indítani Püspökladányban. Akkor erre nagyon sokan felkapták a fejüket itt a térségben, hogy hú, ez milyen jó ötlet. És aztán, hogy nem, ez egy véletlen egybeesés, de tulajdonképpen a kormány is preferálta ezt az egészet, és Püspökladány ugye egy ilyen start kiemelt mintaprogram, kísérleti programnak az egyik bázisa lett, országos szinten is ezt talán elmondhatjuk, hiszen több alkalommal jártak Püspökladányban az elmúlt hónapok során tanulmányozni ezt a programot, sőt előadást is kellett tartani polgármester asszonynak erről a programról, egy nagyobb nyilvánosság előtt, ha jók az információim. Tehát volt egy elgondolása, ami aztán nagyon szerencsés módon egybeesett egy kormányzati támogatással, most pedig a hétvégén már ennek kézzelfogható eredménye is született, hiszen megtörtént a Borsó betakarítása. Mekkora öröm ez? Talán naív a kérdés, de mégis nem tudom másképp megfogalmazni. Mekkora öröm az, hogy polgármesterként, hogy egy tényleges termelő folyamat zajlik Püspökladányban, egy értékteremtő munka, és ennek most már bizonyítéka is van. Eredménye. Valóban, tehát az elmúlt évben több olyan tárgyalást folytattam, ami erre irányult. Tehát nekem mindig az jutott az eszembe, hogy azok a közmunkások, akiket az önkormányzat foglalkoztat, azok sokkal intenzívebben tudnának dolgozni, illetve értékteremtő munkára képesek ezek az emberek. És elkezdtem a tárgyalásokat lefolytatni ezzel kapcsolatban 2011-ben, hogy hogyan is lehetne ebben elindulni, hogyan lehetne úgy megvalósítani egy ilyenfajta elképzelést, amit hosszú távra be tudna tervezni az önkormányzat, mert én azt gondolom, hogy azért azok az emberek, akik megkapják a közfoglalkoztatásra járó fizetésüket, azért nekik sem mindegy, hogy most az utcán vannak, és sepregetnek, vagy egyéb ilyen tevékenységeket végeznek, hanem én azt gondolom, hogy az mindenképpen minden embernek pozitív, amikor azt tudja mondani, hogy igen, én itt dolgoztam, és ez az eredménye. Több körben folytattuk le a képviselőtársaimmal ezeket a tárgyalásokat, Balmazújvárosban is tárgyaltam polgármester úrral, és össze tudtunk szedni olyan információkat az elmúlt évben, amikor már ősszel egy készprojekttel tudtunk előállni, ami arra irányult, hogy önkormányzati földeken dolgoznának ezek az emberek. Időközben valóban, tehát egy olyan sikeres kezdeményezésnek a részesei lehetünk, amikor az állam megtámogatta ezt a fajta elképzelést, és itt a Sáréti kistérség kiválasztott projektként kezelendően el tudtunk indulni ebben a mezőgazdasági mintaprojektben. Azért nem volt ez olyan egyszerű, mint ahogy most a végeredmény látszik, hiszen az elmúlt évben ki kellett dolgozni az önkormányzatoknak azokat az elképzeléseket, hogy mit szeretne megvalósítani, hány embert szeretne foglalkoztatni. Önerőt nem kellett, hogy beletegyünk, de mi az, amit az önkormányzat be tud ajánlani. Nagyon szerencsés helyzetben volt Püspökladány, hiszen az elmúlt nyáron lefolytatott tárgyalások alapján kvázi nekünk már egy kész projektanyagunk volt. Maga a mezőgazdasági termelés ez teljesen készen volt, tehát már tavaly kiválasztottuk azokat a földterületeket, ahol lehetett dolgozni.
olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy az összes költséget az állam magára vállalta, tehát ezt az önkormányzat megkapta finanszírozásként. Annyival kellett, hogy kiegészítsük ezt a projektet, hogy a volt közképnek a területén azt képzeltük el, hogy fóliasátrakat állítunk föl, és már ott el tud kezdődni az a fajta munka, amikor még kint a földeken nem lehet dolgozni. Ezzel kellett, hogy kiegészítsük ezt a projektet. Illetve volt még egy másik dolog, ami az önkormányzatnak az elképzeléseit szándékozott megvalósítani, ez a betonelemgyártás volt, tehát Püspökladány önkormányzata ezt a fajta tevékenységet állította be ebbe a startmintába, hiszen az előző évben volt egy nagy belvíz, egy nagy esőzés itt Püspökladányban, amikor egyértelműen lehetett azt látni, hogy a belvíz elvezető rendszereinket meg kell, hogy oldjuk. És ekkor döntöttünk úgy, hogy elindulunk ebben a projektben, ahol ezeket a betonelemeket el tudják készíteni ezek a közmunkások, és amikor készen vannak ezek az elemek, akkor azokban az utcákban, amelyek a tavalyi évben a belvízelvezetés nem igazán úgy működött, ahogy annak kellett volna lennie, elkezdjük ezeknek a betonelemeknek a lerakását, természetesen szakembereknek a segítségével. Ezt össze is állították a kollégáink, hogy melyek azok az utcák, ahol el lehet kezdeni ezeket a munkálatokat, felmérték azt a betonelem mennyiséget, amire szükség van, és ebben a startminta projektben már készülnek a betonelemek, és hamarosan már kezdődnek az utcákban a felújítások, tehát rakni fogják lefelé ezeket az elemeket. Lehet ennek folytatása most függetlenül a kormányzati támogatástól? Tehát önkormányzati szinten megerősödhet-e úgy ez a program, hogy akár önfenntartó módon ezt a város majd a későbbiekben vállalja? Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk van-e hova terjeszkedni? Mert ugye most egy hektáron folyik a termelés, van-e arra esély és lehetőség elsősorban, hogy ezt kiterjeszteni nagyobb területre, ha csak a mezőgazdasági munkára gondolunk? Természetesen, tehát itt az a cél, hogy ez hosszú távon működjön ez a mezőgazdasági program. Az önkormányzat rendelkezik földterületekkel, tehát tudjuk bővíteni ezeket a területeket. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az első év, ez nagyon jól fogja azt példázni, hogy amikor az összegzéseket elkészítjük, hogy mennyi vetőmagot kellett, hogy felhasználjunk, illetve mik azok a lehetőségek, amelyekkel ki kell, hogy egészítsük ezt a fajta munkát, és természetesen a jövőben akkor ezt tudjuk bővíteni. A betonelemgyártásnál ott azért át kell gondolni, mert igaz, hogy megkapunk minden finanszírozást az államtól, de ezt saját magunk használjuk fel. Tehát kvázi bevételre ebből nem tudunk számítani, illetve nem számolunk, hiszen megvan az, hogy hova kell, hogy elhelyezzük ezeket a betonelemeket, tehát bevételünk nem fog ebből származni. A mezőgazdaságból mindenképpen, tehát most a hétvégén történt meg az első szüret, amikor a borsót betakarították az emberek, tehát én azt gondolom, hogy itt olyan tárgyalások folytak, hogyha nagy mennyiségben jön egyszerre valamilyen termény, akkor ugye első körben beszállítjuk az iskoláknak, intézményeinknek, ahol főzés folyik, de ha ezeket nem tudják felhasználni, akkor az önkormányzatnak le kellett folytatni azokat a tárgyalásokat, hogy ki az, aki átveszi ezt a nagy mennyiségű borsót, illetve az is nagyon fontos, hogy milyen számlaszámon kell, hogy kezeljük ezeket a bevételeket, hiszen ez lesz az alapja a jövő évi indulásunknak. Tehát a mostani bevételt azt elrakják, és akkor abból indul majd a következő évben a program. Így van. Tehát első körben beszállítunk az intézményeinknek, hogy tudjanak főzni a gyerekeknek, illetve időseknek belőle. Amit nem tudnak felhasználni a konyhákon, azokat pedig értékesíteni fogjuk. Azt gondolom, hogy elkanyarodva a közmunkától, nagy eredménye a polgármesteri munkájának az, hogy Püspökladány járásközpont lett, hiszen minden bizonnyal voltak itt jelentkezők, lettek volna jelentkezők még a térségből erre a pozícióra, de sikerült megőrizni a város jelentőségét ebben a tekintetben is,
és ugye most már járásközpont vagyunk, vagy leszünk, hiszen néhány hónap múlva feláll majd ez a hivatal. Ennek a technikai részleteit még mindig csak nagyon kevéssé ismerjük, de azt már lehet tudni, hogy a Kossuth utca 6 szám alatt lesz ugye a székhely. Azt viszont, hogy mikortól áll fel a hivatal, és milyen feladatkörök kerülnek át az önkormányzattól a járási hivatalba, azt még nem látjuk világosan. Polgármester asszony, ezzel kapcsolatban tud-e már valamilyen konkrétummal szolgálni? Az előttünk álló időszaknak lesz ez a feladata, hogy a járási központok úgy álljanak fel, ahogy az az elképzelések szerint lennie kell. Valóban, tehát a Kossuth 6 alatt lenne a székhely. Arra kérték az önkormányzatokat ebben az évben, hogy mutassunk olyan ingatlanokat, ahol ez a munka el tud indulni. Természetesen ugye ott volt a polgármesteri hivatal, adott intézmény, elég szűkösek a helyek. Tehát ez azért nem tudott szóba jönni, és akkor megtekintették a Kossuth 6 szám alatt található irodaházat, ami azt gondolom, hogy az egy megfelelő épület, tehát tágas, befogadóképes, és most folynak azok a fajta tárgyalások az ingatlannal kapcsolatban, hogy hány irodára lesz szüksége a különböző intézményeknek, illetve irodáknak, és én azt gondolom, hogy ez a nyáron ez le fog bonyolódni. Azt már lehet tudni, hogy a szociális rész az önkormányzattól nem az egész, valamennyi át fog kerülni a járási hivatalba, a gyámügy az is át fog kerülni, az okmányiroda az is át fog kerülni, tehát eléggé nagy lesz a mozgás. Azt azonban szeretném hangsúlyozni, hogy tehát maga az átköltözés, amikor majd meg fog történni, tehát nem az önkormányzattól vagy a polgármesteri hivataltól teljesen elkülönülve, hanem egymás mellett dolgozva kell, hogy menjen a járási hivatal, illetve a polgármesteri hivatal, hiszen ugyanazokat a feladatokat kell, hogy ellássa a járási központ, csak nagyobb területen kell, hogy elvégezze ezeket a közigazgatási dolgokat. Tehát egymás mellett kell, hogy dolgozzon a két hivatal. A nyár folyamán én úgy gondolom, hogy akkor lesznek azok a feladatok, amit nálunk a polgármesteri hivatalban is jegyző úrnak a koordinálásával el kell, hogy végezzünk. Nagyon szeretjük az új feladatokat, úgyhogy állunk elébe ezeknek a kihívásoknak. Az iskolák átadásával kapcsolatban ugye itt az országos médiában mindenféle híreket hallottunk már, hát voltak elég érdekes hírek, illetve tulajdonképpen inkább úgy fogalmaznék, hogy megosztó hírek. Van olyan önkormányzat, aki átadta nem csak az iskolát, hanem az összes intézményét a szociális területtől, az óvodán keresztül, az iskolákon át az egyik egyháznak, konkrétan itt a kisújszállási önkormányzatra gondolok, ők a baptista egyháznak adtak oda mindenféle feladatot, ha jók az információim, illetve most a legutóbbi hír az, hogy Hajdú Sámson pedig a hídgyülekezetének adta át az iskoláit, az általános iskolát. A püspökladányi önkormányzatnak ezen a területen mik a világos szándékai, céljai? Igen, tehát erről lehet hallani most a médiában, hogy különböző településeken, hogy mik történnek. Én Püspökladányról szeretnék beszélni. Itt nálunk az önkormányzatnak elkötelezett szándéka az, hogy a fenntartás az marad az önkormányzatnál, tehát a működési kiadásokat mi be fogjuk vállalni, és szeretnénk ezt úgy megtartani, mint ahogy eddig is. A tavalyi évben, amikor lehetett hallani az oktatásnak az átalakításáról, kimentem az intézményekbe, tagintézményekbe, és én ott elmondtam az igazgatóknak, pedagógusoknak, hogy amennyiben mód és lehetőség lesz rá, az önkormányzat szeretné
úgymond visszaszerződni az iskoláit, hiszen én azt gondolom, hogy ezt egy településen lehet a legjobban tudni, hogy mire van szüksége egy iskolának, vagy a pedagógusoknak milyen problémáik vannak, vagy maga az intézmény, hogy hogyan tud fejlődni, mire van szüksége, milyen felújításokra. Tehát azt itt tudja a Püspökladányban is az intézmény és az önkormányzat úgy összehangolni, hogy az pozitív legyen. Időközben ugye olyan változások történtek, hogy ez már bizonyos, hogy az állam veszi át a szakfeladatokat, tehát magát az irányítást, de a működés az marad az önkormányzatoknál. Mi jelen pillanatban is 40%-ot teszünk mellé az intézményeinknek a finanszírozásához, tehát az iskoláknak a finanszírozásához, ezt mindig kigazdálkodjuk, tehát én ezt itt kimerem jelenteni, hogy nekünk az a célunk, és nem engedünk ebben semmiféle változtatást, tehát az önkormányzat partnerként fog együttműködni az oktatásban a szakemberekkel, és mindent be fogunk vállalni a gyerekeinkért, a pedagógusainkért. A polgármester gyakran úgy kezelik, hogy megoldja a városban keletkező fennálló problémákat, de megoldja az egyén problémáját is, hiszen ugye fogadó órán polgármester asszonyhoz nagyon sokan fordulnak aktuális gondokkal, bajokkal, legyen az kisebb vagy nagyobb. Mennyire lehetséges egyébként a polgármesteri székből segíteni az aktuális bajokkal önhöz fordulókat? És lelkileg mennyire megterhelő, mennyire lehet az embernek elhatárolni magát az egyén problémájától, mert hogy mindenkinek a baját mégsem veheti a vállára a polgármester, hiszen a város irányítására tett esküt. Így van, valóban minden héten szerdán van a fogadóórám 8-tól 12-ig, és elég sokan eljönnek hozzám. Főleg munkahelyi problémákkal keresnek meg, megélhetéssel kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a szerdai napok lelkileg megviselnek, hiszen az ember próbál segíteni, de az a fajta segítség, ami végképp megoldaná a püspökladányi embereknek a problémáját, azt úgy gondolom, hogy munkahelyekkel lehetne. Tehát az a segítség, amit ott megpróbálok nyújtani, az egy pillanatnyi segítség. Tehát hosszú távon nem tudjuk ezeket megoldani. Azért van, tehát próbálunk, illetve próbálok olyan fajta segítségeket keresni. Például az EON-nal kapcsolatban kiválasztották Püspökladányt egy olyan projektbe, akinek nagy mennyiségű villanyszámla tartozása halmozódott fel, hogy a polgármester segítségével, illetve az egyik egyesületnek a segítségével a püspökladányi lakos, ha intézi a papírokat, akkor nem kötik ki a villanyórát, illetve haladékot tud kapni, és valamilyen szinten ez egy megoldás. De vagy van olyan, aki nem tudja a vízszámláját fizetni. Természetesen akkor ott úgy próbálunk segíteni, hogy halasztást kérünk a szolgáltatótól, hiszen ez még ugyanálunk van ez a szolgáltatás, tehát igazgató úrral felveszem a kapcsolatot azonnal, hogy át fognak menni hozzá, és legyen kedves akkor ütemezésszerűen úgy meghatározni a fizetést, hogy az megfelelő legyen a püspökladányi embernek. Amiben tudok, mindenben segítek, tehát rajtam nem múlik, de nagyon nehezek ezek a szerda délelőttök. Amikor polgármester asszonyt megválasztották egy évvel ezelőtt, akkor nagyon sok szó esett, sőt a kampányban is nagyon sok szó esett arról, hogy a város ígéretet kapott, hogy segítenek majd a szaktárcák, tehát segít a kormányzat, a szaktárcák, képviselők, és egy éve, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr itt járt Püspökladányban, akkor ő maga is ígéretet tett arra, hogy Püspökladányon lesz a szemük, és amiben tudnak, próbálnak nekünk segíteni. Akkor megmutatkozott egyfajta együttérzés a
várossal, abban a gyászban, abban a helyzetben, amiben ugye sajnos kerültünk. Az lenne a kérdésem, hogy meddig lehetett érezni ezt a fajta segítőkészséget? Vagy lehet-e egyáltalán még most is érezni, illetve ha nem, akkor mikor volt az a pont, amikor azt mondta a polgármester asszony, hogy igen, ez már egy önálló siker, igen, itt már nem számíthattunk ebben a dologban másra, csak magunkra. Tehát érezhető-e még egyfajta empátia, vagy azért ezen már túl vagyunk? Mert nyilván ilyenkor arra is kell gondolni, hogy persze kap egy város segítséget, ha megígérik, hogy segítenek, de annak nem forintális, kézzelfogható lényege van, hanem más módon kapja. Így van, valóban, tehát az a fajta segítség, amit a tavalyi évben többször elmondtunk és elmondtak a kollégák is, ez valóban így volt. Tehát az a fajta segítség az abban nyilvánult meg, hogy például amikor a tárgyalásokat folytattuk az egyháznak átadandó ingatlanokkal kapcsolatban, akkor olyan fajta segítséget kaptunk, hogy mik azok a pontok, amit a tárgyalás folyamán ki kell, hogy emeljen a település. És mi ezekkel a jó tanácsokkal, hogy így mondjam, éltünk is, hiszen nagyon jól alakultak ezek a tárgyalások, tehát Püspökladány város az ingatlanokért nagyon jó pénzt kaptunk, hogy így fogalmazzak, ami a költségvetésünkbe ugye beépítésre került. Tehát ilyen irányokat kaptunk, vagy például a tavalyi évben is ugye beadtuk az önhiki pályázatainkat, több körben, tehát háromszor adtuk be, és többször elmentünk tárgyalni Budapestre a pénzügyes kolléganőkkel, hogy mi az, amit be tudnak fogadni ebben a pályázatban, mi az, amit inkább vegyünk ki, mert ez nem biztos, hogy pozitívan hat. Itt például csak egyetlen egy dolgot emelnék ki, tehát itt az önkormányzatnál nagyon sok önként vállalt feladat van. Tehát azért úgy kellett ezeket a pályázatokat megfogalmazni, hogy ezekre az önként vállalt feladatokra ne nagyon térjünk ki, hiszen ha van olyan feladatunk, amit csak úgy bevállalunk, akkor miért van szükségünk forrásokra. Tehát ilyen kis finom útmutatásokat kaptunk, hogy mi az, amire hangsúlyt fektessünk, vagy mi az, amiről inkább úgy csak néhány mondatban említsünk meg egy-egy beszámolónál vagy pályázatnál. Tehát ezt a segítséget, ezt a támogatást, ezt így ilyen formában kell elképzelni. Vagy amikor valami pályázatot nyújtottunk be beruházással kapcsolatban, tehát a kerékpárúttal kapcsolatban, gyűjtőút pályázatunkkal kapcsolatban, akkor ott is kaptunk olyan fajta segítséget, hogy merre irányuljon az a gyűjtőút, tehát hogy a püspökladány érdekeit szem előtt tartva, de a szaktárcákon keresztül melyik az a lehetőség vagy útvonal, amit rugalmasabban tudnak kezelni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a fajta segítségek, ezek nagyon fontosak voltak, hiszen nagyon sokat tudott belőle a város profitálni. Polgármester asszony, itt a beszélgetés végéhez közelítve még egy nagyon fontos dolgot szeretnék megkérdezni. Nem biztos, hogy válaszol a kérdésre, mert folyamatban vannak bizonyos egyeztetések, és nem szeretne esetleg elé menni bárminek, de munkahelyteremtő beruházással kapcsolatban is szó esett a választás előtt, és utána is, hiszen tárgyalt, ahogy ezt említettük már itt a beszélgetés során, a külkapcsolatokkal megbízott miniszterelnöki külön megbízottal, a dr. Becsei Zsolttal. Van-e valami olyan dolog, ami bizalomra ad okot, tehát folynak-e egyeztetések, tárgyalások, és milyen irányba mozdul el Püspökladány e tekintetben? Valóban, tehát tárgyaltam nagyon sok helyen befektetéssel kapcsolatban, és akkor itt egy icipicit hadd menjek megint vissza a tavalyi évre. Tehát amikor Püspökladányban volt miniszterelnök úr, akkor ő azt mondta nekem, hogy dolgozzuk ki azt a fajta stratégiát, ami Püspökladány szempontjából egy kiemelkedést vagy megoldást jelenthetne.
Természetesen ezt mi elkészítettük, nagyon sok körben ültünk le és tárgyaltunk szakemberekkel, püspökladányi emberekkel, aki, tehát mindenki hozzátette azt a fajta tudást, ami a város érdekében egy előremutató lehetőség lehetne. Ezt egy könyv formájában el is készítettük, és megmondom őszintén, tehát Ladány kapta ezt a lehetőséget, de én úgy gondolom, hogy egy Ladány nagyságú település nem biztos, hogy csak önmagában kell, hogy gondolkozzon, hanem itt a kistérségben, kistérségre építve állítottuk össze azokat a lehetőségeket, amivel Püspök Ladány tudna élni, és itt bármelyik befektető nagyon pozitívan tudna működni. Tehát ezzel a kis dokumentációval voltam már több helyen, több körben tárgyaltam. Nagyon pozitív a visszajelzés az elkészült eredményről, de azért azt szeretném elmondani, hogy gazdasági válságot élünk Magyarországon is, Európában is, és a világban is. Tehát maga az elképzelés, amit Püspök Ladány leírt, az egyértelműen támogatható, és támogatásra érdemesnek ítélik. Azokat a fajta befektetőket keresik a minisztériumokban, aki ezt meg tudná valósítani, hiszen ehhez nagy vállalatok kellenek, aki forrásokkal rendelkeznek, az önkormányzat, amit mellé tehet, például telephelyjel, iparüzési adóval, egyebekkel, mi ezeket a testülettel meg fogjuk adni, de ehhez egy befektetői akarat kell, ehhez egy befektetői forrás kell, hogy ezek megvalósuljanak. Az elmúlt héten Budapesten tárgyaltam, egy külföldi befektető is ott volt ezen a megbeszélésen. Talán, hogyha a gazdaság úgy fog alakulni külföldön is, Európában is, akkor vannak remények arra, hogy ez az elképzelés ez megvalósulhat itt Püspökladányban. Úgy legyen, és így a beszélgetésünket lezárandó azt szeretném kérdezni polgármester asszonytól, hogy mindazok mellett, amit elhangzott, és az egy év összefoglalása gyanánt, mit üzenne a püspökladányi embereknek? Van-e olyan üzenet, amit szeretne tolmácsolni feléjük? Én nem is üzenet lenne ez, amit szeretnék elmondani. Én köszönetet szeretnék mondani. Tehát szeretném megköszönni a püspökladányi embereknek azt a fajta hozzáállást, ami felém irányul. Nagyon örülök annak, hogy keresnek akár pozitív dolgokkal, akár negatív dolgokkal, hiszen a polgármesternek az emberektől van információi. Tehát akkor tudok valami jó dologról beszámolni, vagy negatív dologról, ha arról tudomásom van. És én ennek nagyon örülök, hogy keresnek az emberek, megmernek keresni, hogy elmondják, hogy ilyen probléma van, vagy olyan probléma van, keressük rá a megoldásokat, és én ennek nagyon örülök. Nagyon szeretném azt elmondani, hogy attól, mert én polgármester lettem tavaly, én attól ugyanaz az ember vagyok. Tehát én ugyanúgy itt élek a családommal, a gyerekemmel, a férjemmel, a szüleimmel. Maga a hétköznapi életem nagyon kevés lett, de az a kicsi, amit itt tudok tölteni, az ugyanolyan, mint amilyen régen volt, és azok a telefonhívások, amiket amikor felhívnak és kérnek valamire, megkérnek, hogy próbáljak meg valamiben segíteni, én azt gondolom, hogy az közvetíti számomra, hogy megbíznak bennem. Soha nem szoktam elmondani, ami egy beszélgetésen történik egy harmadik személynek, mert én úgy gondolom, hogy az a bizalom, ami kialakul egy ladányi ember és közöttem, az kettőnkre tartozik. Ha megkapom a felhatalmazást, hogy elmondhatom, vagy beszámolhatok róla, akkor nagy örömmel teszem, mert ha ladányt érinti, ugye, az mindannyiunkra kihatással van. Én szeretném megköszönni még egyszer azt a fajta támogatást, kedvességet, segítőkészséget, amit kapok a ladányi emberektől, és megszolgálom a belém vetett bizalmat.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.